mindenkit Gibraltárról, ne azon a reális szobra mellől. November van, verőfényes napsütés, 21 fok van, nem térek magamhoz, rövid nadrág van rajtam. Hát én erről álmodom mindig, hogy ilyen jó idő legyen. A helyszín nem más, mint egy angol tengeren túli gyarmat, Dél-Spanyolországban, hát ez nem más, ugye, mint Gibraltár. Gyerekek, itt vagyok Gibraltárban, hát megbolondulok, teljesen kész vagyok ettől. Teljes meglepetés az egész, amit láttam, meg amit tapasztaltam, már túl vagyok a sétán, próbáltam bent a városban, vagy országban, vagy nem tudom hol mondani nektek egy pár szót a kamerába, de kicsit fújt a szél, nem nagyon sikerült. Szóval, az első sok, a határ előtt parkoltam le, találtam egy fizetős parkolót, amit nem akartam, de fizetős lett. Mindegy, nem ez a lényeg, hanem gyalog mentem be a határon. Útlevél ellenőrzés, gyerekek. Tehát először jött a spanyol határ, aztán jött az angol határ, fel kellett mutatni a személyigazolványt. Érdekes módon volt egy olyan részleg, ilyen fakkok vannak, látjátok, majd azt fölvettem, ha minden igaz, ahol meg ilyen új lenyomatolvasóval nézik az embereket, nem tudom melyik országnak a benszülötteit nézik így. Az én útlevelemmel átengedtek, csak rá pillantottak, aztán mutatták, hogy mehetsz köcsök. Na mindegy. A lényeg az, hogy ez volt az első meglepetés. Ugye Európán belül egy határ kis országban. A második meglepetés az az volt, hogy kijöttem a határőr bódi, ellenőrző bódi. Piros lámpa. Hallott, piros lámpa volt, de nem azért, mert autó jött. Hát figyelj, repülő, hallott, ezt a keresztül szelte az utat a repülőtér, a le meg a felszálló pálya. Ilyet se láttam még soha. Ott vártunk, az autóknak is piros volt, és a gyalogosoknak is, egészen addig, míg a repülő elment előttünk, majd 5 perc múlva hatalmas sebességgel felszállt át az úton, át az országúton mindenen keresztül, hát tök jó volt. Ilyet, nem térek magamhoz. Sajnos csak egyet láttam, és kifele meg nem jött. Thank you.
hogy itt Gibraltár egy egész káoszos dolog, én szerintem. Teljesen furcsa, ilyen bábeli össze-visszaság van. Nem is nagyon tudom kibogozni, hogy most itt ki, kivel van, melyik, ki lakik itt, milyen nemzet lakik itt, vagy kik ezek, nem tudom. Szóval belépsz Gibraltárba angol gyarmat, tehát Anglia, ugye? Ha a felfestések az úton angolul vannak, a autó rendszám az gibraltári, tehát nem angol. Nagyon sokan beszélnek spanyolul, és sokan beszélnek angolul. Tehát így nem tudod meg, hogy ki lakik ott. Ugye nagyon sok a turista is, akik összeszakaratyolnak. Sok az arab, és a zsidó is. Angliában érzed magad, hogyha ránézel a postaládára, vagy ránézel a telefonfülkére, te angol, ugye? De nem bal oldalon közlekednek, hanem jobban, tehát mint Európában, nem Angliában. Tehát Anglia, de mégis nem Anglia, hanem Dél-Spanyolország. Nem tudom, érted, össze-visszaság van az egész. Amit én észrevettem, az szerintem az lehet itt, hogy hát szerintem ide jó módon emberek járnak Gibraltárra. Van egy nagyon nagy bevásárló utcája, tele üzletekkel, mindenféle márkás cuccokkal, és hát ott költik el a pénzüket a jóvaló emberek, és ha az arabokról említettem, azt szerintem a gazdag arabok itt lebzselnek. Szerintem ez erről szól, Gibraltár, olcsón lehet vásárolni dolgokat. Amúgy a belváros része, azt már látjátok, én oda mentem el, de van Gibraltárnak egy másik része, fönt a hegytető, ahova egy ilyen dobozzal lehet fölmenni drótkötélen. Oda nem mentem föl, ott vannak fönt a majmok. Azt mondták arra, vigyázzak, meg kiveszik a kezemből a cuccot, hát ezt nektek, ezért föl sem mentem. Utálom a majmokat, különben nem szeretem. Ami nem emberszabású majom, azt nem szeretem, egyedül a makit. De a többi az ilyen kis pofátlan köcsög, azt nem szeretem se a páviánokat, se az ilyen gibraltári hülyéket. Na mindegy. Szóval ez van még, és akkor van még ugye a kikötő rész, ahol szintén nem mentem, akkor meg nagyon sokat kellett volna sétálnom, így is 8 egész valahány kilométert sétáltam. Elég is volt, mondom 20-valahány fok van, kidoltam. We'll be right back.
Hát ennyi volt, köszönöm szépen, nem tudom a legközelebb hova vet a sors és honnan fogok jelentkezni, de nagyon szépen köszönöm, hogy megnézitek a filmjeimet, és kérlek, ha tetszik, akkor iratkozzatok is fel a YouTube csatornámra, kövessetek engem a Facebookon, Szili Urgona Vlog nevezeti oldalamon. Ciao, köszönöm mindent, csók!